Régen volt már az, hogy szeptember második hétvégéjének szombatján sok ezer ember tapsolhatott a felvonulóknak, vagy egy-egy sztárvendér fellépésén. A Covid, mint sok minden másnak, a szexádi születi napok rendezvényének is megállt parancsolt, és arra kényszerítette a szervezőket és a felelős döntéshozókat, dolgozzanak ki alternatívákat. Tavaly mindez nem sikerült, hiszen olyan érdekellentétek kerültek napvilágra, amely mentén, no és a betegség hullám okán, végül is néhány helyi program jelentette a szület megünneplését. A Babits Kulturális Központban hónapok óta dolgoznak azon, hogy a lehetőségek figyelembevételével egy új arculatú rendezvénnyel álljanak elő, mely méltó a sok évtizedes hagyománnyal bíró szexádi születhez. És ahogy lenni szokott persze, megérkeztek a huhogók, akik előre eltemették a programot. Berlinger Attila, a Kulturális Központ új igazgatója azonban más elképzelésekkel a fejében gondolkodik a szeptemberi ünnepi napokról. A Szekszárd megyejogúváros közgyűlése olyan döntést hozott, hogy a fennálló előírások alapján a hagyományosan megrendezendő szexádi születi napok programját átalakítja, és felkéri a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft-t, azaz a Babits Mihály Kulturális Központot, hogy július 15-ig készítsen egy olyan alternatív programot, amely minden bizonnyal a jelenlegi és a később is érvényben lévő járványügyi szabályoknak is mindenben megfelel. Gőzerővel dolgozunk a kollégáimmal és a társ szervezőkkel, rendezőkkel azon, hogy egy méltó, a korábbi években megszokott színvonalú, elképzelhető, hogy egy kicsit csökkentett tartalmú és kisebb területen megvalósuló rendezvényt állítsunk össze a szekszárdi lakosok részére. Nagyon fontos hívószó lesz az idei évben minden bizonnyal, hogy elsősorban a szekszárdiaknak és az itt élőknek szeretnénk érdekes programokat kínálni. Tehát minden további félreértés elkerülése véget, lesznek születi programok a városban, és főhelyszínei most sem változnak. A Béla tér, a Vármegyeháza, valamint a Kulturális Központ környezete adja majd a fesztivál helyszíneket. Arra nem kell számolni, hogy látványban visszaköszön majd a hagyományos program, mint ahogy a nevében sem követi majd a megszokottakat. A szexuális születi napoknak van egy minősítése, ugye az ország kiemelkedő kulturális fesztiváljai közé tartozik, és ennél a címnél, illetve ennél a titulusnál fogva nagyon komoly és nagyon szigorú előírások vonatkoznak, hogy ki az, melyik az a rendezvény, amely ugye megérdemli ezt a címet. Itt ennek a szexuális születi napoknak kötelező eleme többek között az a sokszínű kulturális felvonulás, amelyen ugye a néptánc együtteseken kívül valamennyi hagyományőrző együttes, borrendek és sok-sok intézmény, iskola is felvonulhat. Nagyon fontos része egy több tízezer főt vonzó négy napos olyan rendezvénysorozat kialakítása, ami sajnos a mostani előírásoknak megfelelően nem rendezhető meg. Tehát amikor olyan előírások vannak még most is érvényben, hogy védettségi igazolványa látogathatók a szabadtéri zenés-táncos rendezvények, így értelemszerűen ezt ebben az évben felelősséggel nem lehet kijelenteni, hogy megrendezhető, hiszen elképzelhető, hogy a tavalyi évhez hasonlóan augusztus végén, szeptember elején még további szigorítások is várhatóak. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy nagyon okos és józan döntés volt az önkormányzat részéről, hogy alakítsuk át az idei rendezvényt, próbáljuk meg végig gondolni azokat a tereket, azokat a lehetőségeket, azokat a partnereket, kulturális fellépőket, résztvevőket, borászokat, vendéglátósokat, akikkel együtt hasonló színvonalon, mint a 2019-ig megszokott években, de mégis egy picikét más jellegű rendezvényt hozzunk össze. Ennek megpróbálunk mi egy új nevet is találni, hiszen születi napok címén nem lenne úgy gondolom megfelelő ahhoz, hogy ugyanazt a hatalmas több tízezres fesztivált megrendezzük. Lehet, hogy ez egy új kísérlet is lesz. A szexádiakban felmerült a vágy a korábbi években is, hogy legyen egy kicsit a helyiek ünnepe ez, és ne terjeszkedjen regionális, országos vagy nemzetközi szintre. Az idejévi program ezt is megpróbálja kielégíteni. Ennek megfelelően több lehetőséghez jutnak majd azok a kulturális egyesületek, csoportok vagy zenekarok, akik itt működnek, mondja Berlinger Attila. Végtelenül örülünk annak, hogy messzi vidékekről és külföldről is nagyon sokan látogatják a rendezvényt, de valahol most úgy gondolom az a cél, hogy a helyi lakosoknak és a helyi családoknak adjunk újra egy olyan program lehetőséget, amely minden évben akár megrendezhető, akármilyen előírások is jönnek.
Elértük az 5,5 milliós beoltottságot, ezért minden bizonnyal más lesz a helyzet, mint tavaly ősszel, amikor teljesen el kellett hagyni az egész rendezvényt, és semmi sajnos nem történhetett az őszi hónapok során sem Szekszárdon. Ez a veszély úgy gondolom kijelenthető, hogy idén nem fenyeget minket, tehát mi egy 4 napos fesztivált, egy nagyon szép összetett rendezvényt fogunk kínálni a város lakosságának, és amennyiben az önkormányzat ezzel egyetért és megrendezhető, úgy július 2. felében ebből már részletek is kiderülnek a lakosok számára.